Vizin Tamás rendszeres vendége a DLTV Sport szerkesztőségének, hol népszerű autóversenyzőként tűnik fel, remek eredményeit sorolva, hol pedig szőrös szívű sporttanácsnokként, akinek jó politikusként ügyesen lavírozva magyarázkodnia kell, a DLTV cenzúrálatlan kérdéseire válaszolva, a város gazdasági helyzete miatt erősen lecsökkent sporttámogatásaival kapcsolatban. Ezen a héten az utóbbi miatt járt nálunk. Tavaly évhez képest kevesebb lett a támogatás, mind a működési, mind a rendezvény támogatás. Igazán jelentős változás az, hogy a korábbi években sajnos elég rosszul kisebbként hívott sportegyesületek, azok most lényegesen hangsúlyosabbak lettek a pénzelosztásánál. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy változtak az arányok egy kicsit. A korábban jelentősebb támogatást kapó egyesületek, mivel nagyon lecsökkent az idei évre szánt sporttámogatás a tavalyhoz képest, lényegesen kevesebbet is kaptak, bár ezzel együtt én úgy gondolom, hogy a szükséges támogatásuk, illetve az igényeikhez képest mégiscsak egy valószínűleg megfelelő összeg jutott hozzájuk. Azt tudjuk, hogy ugye a foci és a kosárcsapat, illetve a Spartacus kevesebbet kapott. Ki kapott többet, ki járt jobban? Többet igazán nem kapott senki. A kevesebb támogatáshoz egyébként lényegesen kisebb pályázat is érkezett be. Úgyhogy van olyan egyesület, amelyik a beérkezett pályázatához képest csak minimálisan kapott kevesebbet. A városi sportpénzekből 3-3 millió jutott a Bajai Judo Klubnak és a Mogyi Triatlonnak, a Bajai Bácska 6,5 milliót kapott, míg a kis egyesületek ezúttal is millió alatti összegekből gazdálkodhatnak. A nagy vesztesek a kiemelt egyesületek, a Bajai Labdarúgó Ese és a Bajai Női Kosárlabda Klub, akikre a tavalyi 31,5 millió helyett idén csak 6,5 milliót szán a város, míg a több szakosztállyal rendelkező Bajai Spartacusnak is be kellett érnie 7 millióval, annak ellenére, hogy a klubot 4 versenyző is képviseli a londoni olimpián. Név szerint Hosszú Katinka, Gregus Brigitta, Vereckei Zsolt és Varga Tamás. Vizin Tamás szerint az olimpikonok felkészülését elsősorban az egyesületüknek kell finanszíroznia. Én úgy gondolom, hogy nem véletlenül választották azt az egyesületet a sportolók, ahol sportolnak. Valószínűleg a választásuknál fontos szerepet játszott az, hogy megkapnak-e mindent a felkészüléshez, a felkészülés után, valamint a következő versenyeikhez a kiválasztott egyesülettől. Én azt hiszem, hogy nem véletlenül kerültek oda, és gondolom az egyesülettől megkapnak mindent ezek a kiváló sportolók. A tavalyi körülbelül 100 millió forint támogatás 40 millióra csökkentése mellett az egyesületek másik szívfájdalma, hogy a sok éves gyakorlattól eltérően most januárban már nem kaptak előfinanszírozást. A városi pénzek első részlete csak most, július második felében jut el az érintettekhez. Januárban nem lehetett még előfinanszírozást adni az egyesületeknek, ugyanis a költségvetés csak február végén fogadta el a képviselőtestület, az ugyanis a határideje ennek. Ez miatt januárban nincsen semmiféle keret, ami rendelkezésre állna, amiből lehetne az egyesületeknek a működésüket segíteni egy kicsit. Ha minden igaz, akkor a napokban már meg kell, hogy érkezzen, vagy már lehet, hogy meg is érkezett az egyesületek zöméhez az első fél éves támogatás. Csak ez azt jelenti, hogy jövőre is így június-július körül juthatnak pénzt az egyesületek? Az egyesületek azért nem csak az önkormányzat támogatásából élnek. Rengeteg más támogatójuk, szponzoruk van minden bajai egyesületnél a versenyzőknek, illetve maguknak az egyesületeknek is. Ez miatt a megélhetésüket nem csak az önkormányzati támogatásból fedezik, így azt gondolom, hogy az év közepén, amikor általában a szezon zajlik, akkor nagyon jó időpontban érkezik hozzájuk a pénz. Még egy kérdésem van. Két dolog miatt szoktunk általában beszélgetni. Egyrészt, amikor ilyen szőrös szívű pénzelosztó sportminiszter vagy, másrészt, amikor egy népszerű autóversenyző. Melyik az igazi arcod, illetve melyik áll közelebb hozzád? Én talán jobban szeretek a versenyautóban ülni. Nem is talán, egészen biztosan jobban szeretek a versenyautóban ülni. Nem is olyan régen volt néhány versenyem viszonylag közel egymáshoz. A következő az augusztus második felében lesz 17-én Szlovákiában. Nagyon remélem, hogy ott is egy jót fogok tudni versenyezni, és meg tudom őrizni a vezetőhelyemet majd a bajnokságban. És igaz, hogy egy héttel korábban egy igazi nagy versenyed lesz itthon Baján? Igen, egy nagyon komoly megmérettetés lesz. Kétszer kell felelnem egy nagyon fontos kérdése. Ugyanis akkor fogok megnősülni. Gratulálunk! Köszönöm!